Tegnap délután látogatott Ceglédre Simicskó István volt honvédelmi miniszter, a KDNP frakció vezetője. A Török János Református Oktatási Központba vezetett útja, ahol már nagy sikerrel fut a Honvéd Kadét program. A volt miniszter Földi László országgyűlési képviselővel, az iskola vezetőivel, valamint a honvédelmi képzésben résztvevő oktatókkal egyeztetett a kadét program bővítéséről. A megbeszélésen elhangzott a Ceglédi Török János iskolából és az Abonyi Gimnáziumból, mintegy 80 diák csatlakozott a kadétképzés első pilléréhez, így a program bővítése, a képzés fejlesztése mindenképpen indokolt a történelmi a városban. Simicskó István Földi László, valamint az oktatók kilátogattak a Török János iskola tangazdaságába, a terület ugyanis kiváló adottságokkal rendelkezik a fejlesztésekhez. Itt lőteret alakítanának ki, illetve a lőtér szomszédságában egy minimum 40 férőhelyes szállása is rendelkezésre állna a honvédelmi táborozók részére. Ezt egy már meglévő ingatlan felújításával hoznák létre. Simicskó István ellátogatott a Lövész Taktikai Akadémia Sportegyesület által üzemeltetett lövészpályára is, ahol a legmodernebb airsoft és gumilövedékes fegyverekkel fejleszthetik tudásukat a diákok. A volt honvédelmi miniszter megnézte az akadémia állandó kiállítását is. A program az egész országban sikeres. A Magyar Honvédség 150 iskolával kötött szerződést Cegréden idén áprilisban írták alá az együttműködést. A diákok egyelőre heti két órában tanulhatnak az állampolgári kötelességről a honvédelem felépítéséről. A képzés segíti a pályaválasztást, és azt is, hogy a diákok a hazájukat szerető felelősségteljes állampolgárokká váljanak. A kadétok pluszpontokat kapnak a továbbtanulás során a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, ösztöndíj programban részesülhetnek, és olyan tudásra is szertehetnek, mint az önvédelem, a táborozási ismeretek vagy az elsősegélynyújtás.